Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Kedd reggel van, március 30-a, és kicsit beszélgessünk itt a szerpentines dolgokról. Eddig kikerült 12 album, csak az autósokról, ami azt jelenti, hogy 600 darab kép. Az elkövetkezendő 2 napban, tehát mai nap és holnapi nap szeretném befejezni a teljes albumot. Túl sok már nincsen hátra, mert javarészt az általam úgynevezett káoszon már túl vagyok. Tehát amikor megjelent a rendőrség, amikor hazament mindenki, mert féltette az autóját forgalmi miatt, vagy valami miatt, azon már túl vagyok, tehát úgymond az autós része már viszonylag gyorsan megvan, és utána már csak a motorosok vannak, és ezáltal mondhatni, hogy elég hamar le tudom darálni a maradékát. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a türelmét, főleg a motorosokét, mert utóbbi időben most már azért mondjuk vannak ércelődő kommentek, hogy a motorosok eret vágnak, meg tudom érteni, de lényegesen kevesebben voltatok, ezt ti is tudjátok. Ez volt fordítva is, amikor az autósok vágtak eret pont emiatt, mert hogy az a nap éppen inkább a motorosokról szólt, tehát mit tudom, volt olyan, hogy 6-7 motoros album került ki, és egyetlen egy autós. Most ez éppen fordítva volt, így jött össze, éveleje van, hideg volt, kevesen voltatok motorral, inkább az autósok felé ment el a prioritás. Dolgozom fel folyamatosan a képeket, és ennek köszönhetően igyekszek és haladok vele, amennyire csak lehet, de nézzétek el, nem ez a fő munkám, vannak egyéb fotózások is, tehát például vasárnapi nap, mint láthattátok, rallin voltam, és így ennek köszönhetően ezekre mind időt és időt kell áldozni. És ez viszi az időt, mint az állat, el se tudjátok képzelni, hogy mennyire. Azon kívül tényleg, tehát így 600 kép került ki, ami alapvetően, hogyha belegondoltak, egy iszonyatos mennyiség, átnézni az egészet, beállítgatni mindent, ahogy lehet megcsinálni. Tehát rengeteg munka van belőle, rengeteg tennivaló, rengeteg tárhely, rengeteg stb. Tehát ezzel rengeteget kell tényleg foglalkozni. És ennek köszönhetően, hogy ki tudok tenni napi 2 albumot, az már egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Közben mellette azért az oldallal vannak egyéb feladatok is. Nagyon-nagyon sokan kerestek üzenetben, nagyon-nagyon sokan kerestek itt-ott-amott. Próbálom pörgetni minél színesebben az oldalt, emiatt van például az Alfa Romeo játék is, aminek egyébként fantasztikus, hogy milyen autókkal jelentkeztetek, milyen like számokat pörgettek. Gyönyörű szép verdákat küldtetek be jelentkezésre, és itt a jó Isten, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fogja megnyerni, tényleg fantasztikus, úgyhogy elismerésem a teljes csapatnak, gratulálok hozzá. Aztán mai nap még szeretnék egy rallis albumot is legalább kitenni, abból is van rengeteg anyag. Ha minden jól megy, akkor a motoros album ugye holnap érkezik, legalábbis azt tervezem, hogy holnapi nap érkezik, délelőtt folyamán. Meglátjuk, hogy hogy lesz energiám, hogyha nem holnap délelőtt, akkor holnap este, de mindenképpen még márciusban szeretném lezárni ezt az egész szerpentines témát, mert bevallom őszintén, most már nagyon, de nagyon, de nagyon sok az a képanyag, amivel dolgozni kell, és nagyon-nagyon kezd monotonná válni így a 600. kép után. De természetesen megértem, hogy mindenki nagyon-nagyon várja. Tényleg elképesztő nap volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt, amit 15-én műveltetek. Sokan írtátok, hogy nem került ki rólatok kép valamiért. Ennek általában 2 oka van az esetek java részében. Vagy bemozdult, mert tényleg iszonyat forgalom volt, és nem igazán lehetett csak úgy pontosan helyezni, nagy sebességgel jöttetek, az általában tovább rontja a kép elkészülésének az esélyét, hogyha hirtelen oda kell kapni, és mondjuk nem igazán a kressz szabálynak megfelelő sebességgel jöttök, akkor az
kicsit csökkenti az esélyét, vagy pedig 10 tényleg iszonyatos forgalom volt, és így ennek köszönhetően valaki belemászott, stb. Stb. Vagy pedig azért nem került ki a kép, mert olyan szituációba vagytok, amit nem vagyok hajlandó kirakni. Tehát olyan szinten átlógtok a másik sávba, amit nem vagyok hajlandó kirakni, ezt értsétek meg. Így is rengeteg probléma van most a Serpentinnel, és pont azért is jelent meg ugye a rendőrség, mert van jó néhány ön- és közveszélyes jelölt, aki finoman fogalmazva is nem tud viselkedni egy-egy ilyen alkalommal. Mert hogyha csak szimplán nagy lenne a forgalom, és mindenki nyugodtan autózna, akkor nem lenne belőle semmi probléma. De az, hogy átlóg a másik sávba, tényleg tűrhetetlen módon viselkedik, ez bizony feltűnik a rendőröknek is, feltűnik a közlekedőknek is, és igen, be is jelentik, hogy a Serpentinen ez meg ez van, és nem igazán így kéne viselkedni. Úgyhogy, srácok, jelen pillanatban nem tudom, hogy mi lesz a Serpentinen. Nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, hogy lesz a folytatás, mikor megyek ki újra. Így nagy nyilvánosan nem tudom. Tényleg nem tudom. Azt se tudom, hogy kimegyek-e így nagy nyilvánosan újra. Mert nagyon nagy a probléma. Tényleg, és ami most volt 15-én, az tényleg bicskanyitogató, nagyon-nagyon. Nagyon sok necces helyzet volt, nagyon sok olyan volt, amikor az ember fogta a fejét, hogy te Isten, Úristen. Vagy összeszeded a szallagkorlátot, vagy összeszeded a domboldalt, vagy ha jött volna véletlen szembe egy kamion, amit nem látsz be, mert olyan helyen előzöl, akkor azonnal harmonikává válsz, de ebbe nem gondoltok bele. És vannak olyan képek, amiket nem rakok ki, pont azért, mert ilyen szituációk vannak, és nem szeretném abban megerősíteni az illetőt, hogy igen, ez jó, és nyugodtan csinálja. Pont azért nem fogom kirakni. Nagyon sokan mondtátok, hogy mi lenne, ha átmennénk másik helyre, mert hogy akkor esetlegesen nem lenne akkora forgalom, mert a 82-es alapvetően is nagy forgalom. A Bakonybéli úton gondolkodom, de nagyon nagy eséllyel, ha kimegyek így nyilvánosan, előtte jelezni fogom a Veszprémi rendőrségnek, hogy kint vagyok. Nem azért, hogy ne gyertek ki, mert aki ki akar jönni, az jöjjön ki nyugodtan. A rendőrség nagyon-nagyon pozitívan állt szerintem 15-én is a dolgokhoz, legjobb tudomásom szerint senkinek nem vett el a forgalmiát. Ha nyugodtan autóztok, normálisan, nem vandálkodva, még egy picit gyorsabban is, mint a szokott, vagy a megengedett, azért nem szólnak. Tehát ott álltak mellettem is, azért, hogy gyorsabban mentetek, a kutya nem szólt semmit, de azért, hogy átlógtok a szembesába, és ezzel veszélyeztetitek a szembejövőt, azért már annál inkább. És ezzel van a probléma leginkább. Az, hogy másokat veszélyeztettek. A Bakonybéli úton gondolkozom. Valószínű most itt a hosszú hétvége alatt elautózok arra, megnézem a helyeket, csinálok egy videófelvételt, hogy honnan lehetne jó, mint lehetne jó. És kitalálom, hogy hogyan és miképpen, mert jelenleg ez a Csesznégi szerpenténezés tényleg tarthatatlan. Tehát így, aki ennek nem örül, az köszönje a társaság azon részének, aki nem tud viselkedni. Egyébként meg, hogy a szerpenténes képet akartok a Csesznégi szerpenténről, van összerakva a Patreonon kimondottan erre egy pak, amiről tegnap is posztoltam. Nyugodtan lehet élni vele, 20 euróért annyi képet csinálok rólad egy délután Serpentinen, amennyit szeretnél, megkapod eredetibe. Nekem is jó, mert támogatod a munkámat, neked is jó, mert lesz rólad kép fixen, garantáltan, és onnantól fogva még eredeti méretben is megkapod. És teljesen okés a dolog. Tehát az a csomag, ott garantáltan van kép, nem kell türelmetlenül várni, amint lehet megkapod. Garantáltam, eredeti méretben, jó minőségben lehet nyugodtan használni. Hogy ez a Bakonybéli úton hogy fog működni, hogy van-e ott internet normálisan a Bakony
szívében, vagy nincsen, tehát ilyen élő közvetítés miatt nem tudom. Tényleg fel kell térképeznem a terepet, úgyhogy valószínűleg tényleg itt a hosszú hétvége alatt teszek arra majd egy kört, erről igyekszek majd videó formájában jelentkezni. Szeretném viszonylag aktívan tartani a YouTube csatornát is, és remélem, hogy minél többen feliratkoztok rá. Azon kívül ugye elindult a Twitter is, mint így kis közlendő forma, ahova így sokkal apróbb információkat, de viszont folyamatosan tudok posztolni. Ezt is majd berakom itt a videó leírásába is, meg Facebookon is a komment szekcióba, hogy hogy találjátok meg. Ezen felül, hogy ott van Instagram, azt is pörgetem, amikor csak lehet, több mint 1600 kép van már fent. Nagyon-nagyon jó, hogy ennyire lelkesen ott is követtek. Ugye az egy ilyen retro vonal is, igazából majdnem 2 éves lemaradásban van az egész, és ezáltal kis nosztalgiázás lehet róla. Szóval, leginkább ez a helyzet, Serpentinen gondolkodom, hogy lehetne pörög a csatorna minden téren, Twitter, YouTube, Facebook, stb. Stb. A képek várhatóak, és nagyon-nagyon szeretném a lehetőség szerint minél hamarabb lezárni most már ezt a szerpentinezést, mint képanyagot. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot rá, ne is iratkozzatok fel a csatornára, valamint hogyha megosztjátok és ezzel minél több emberhez eljuttatjátok, azt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon szép napot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!